Sziasztok, ez a Beszélnünk kell podcast. Én Détót Kriszta vagyok, és természetesen itt van velem állandó beszélgető társam orvos Tóth Noémi, klinikai szakpszichológus is. Szia Noémi. Szia Kriszta, sziasztok. Szerkesztőnk Filákovics Radojka nevében is köszöntünk benneteket a VMN stúdiójából. A mai témánk a mozaik vagy patchwork család lesz, és mindez a sokszorosan kihívásokkal terhelt izgalmas viszonyrendszer, amit egy ilyen életberendezkedés magával hord, vagy úgy mondjuk inkább így, hogy magával cipel. Szerintem, hát, nem? Igen, lehet, hogy ez a legjobb kifejezés. Nem tudom ezen a ponton nem idézni azt a klasszikust, ugye Karinti Frigyes szavait. Aranka, kérem. Tudod folytatni? Uh-huh. A maga gyereke... Meg az én gyerekem. Veri a mi gyerekünket. Na, ugye ezt mindannyian hallottuk már. Mozaik családban élni minden esetre nehéz életforma, és mégis sokan élnek így, sőt egyre többen. A házasság intézménye ugyanis átalakulóban van, és ez nem egy 21. századi vívmány, hanem egy régóta zajló folyamat. Ugye már mi is beszéltünk részletesen erről a legelső epizódban, a monogámiáról szólóban. Mielőtt átadom a szót Noéminek, gyorsan elmondok néhány jellemző adatot, mert szerintem fontos, hogy nagyjából minden második házasság felbomlik Magyarországon is, meg így a nyugati világban általában. Ezek 60%-ában van gyerek. 4 elvált emberből 3 új házasságot köt. A mozaik család a leggyorsabban növekvő családforma. Fontos elmondani, hogy nem azért beszélünk róla ma részletesen, mert ennek drukkolunk, vagy mert örülünk ennek a tendenciának, hanem azért, mert ez egy létező dolog. Van. Ez van, ez létezik. És mindannyiunkat körülvesz, és sokan benne is élünk, vagy élnek. Úgyhogy biztos emlékszel, ha már az első epizódot idéztem itt be, hogy azt mondtad, hogy egy első házasságba 6 érkeznek. Igen. Na, akkor egy mozaik családba hányan érkeznek, Noémi? Hát azt talán meg se lehet számolni, de minden esetre nagy tumultus lesz, ott biztos. Ne is számoljuk meg, de fogunk majd a különböző családtagokról, meg az összerepükről beszélni. Kezdjük talán ott, hogy, és nem baj, ha ismétlünk, mert hogy ez a keret, ez fontos, meg ez a kontextus, hogy most a 21. században, 20-21. Században miért olyan nehéz a család kohéziót fenntartani? Tudod, én azt szoktam mondani, hogy a család körül azok a kötelező keretek, hogy már pedig, ha létrejött, akkor meg kell maradnia, azok így eltűntek. Ma már szabadon dönthetünk, hogy maradunk vagy megyünk, és abban a percben, ahogy ez a szabadság megvan, onnantól kezdve könnyű menni, különösen akkor könnyű menni, hogyha az elvárásaink azok megszaporodnak, és az elvárásaink azok erre az együttélésre, erre a párkapcsolatra fókuszálnak. Magyarul ugye nincsenek megtartó keretek, és közben nagyon-nagyon sok mindent várunk el a párkapcsolatunktól, hogy legyen a legjobb barátunk, hogy legyen egy megértő, támogató társ, hogy legyen, ha kell, anyánk helyett anyánk, apánk helyett apánk, hogy legyen egy olyan ember, aki támogatja a karrierünket, aki mellett a személyiségfejlődésünk az ki tud bontakozni, a legjobb önmagunká tudunk válni, akivel spirituálisan együtt tudunk fejlődni, akivel a nevelési kérdésekben maximálisan egyetértünk, aki pont úgy és pont akkor szereti a, nem tudom én, a töltött káposztát, mint ahogy mi, mert ha nem, akkor már ugye az valami komoly ellentétnek az előjele lehet. Szóval, hogy ez a két dolog együtt tette ilyen bomlékonnyá a modern házasságokat. De amikor azt mondod, hogy könnyű menni, akkor azért azt te se gondolod komolyan, már a szó klasszikus értelmében az, hogy könnyű, mert hát na, még nem, ilyen, még így is nehéz de menni. De hogy egyáltalán, hogy lehet, tudod, hogy maga a lehetőség. Igen, ja, persze, tehát könnyebb ma elválni, és hát én is hallok olyat, hogy hát majd legfeljebb elválunk, persze, de ezt az ember egyszer-kétszer mondja, de azért, amikor ott van, hogy szakítás, és válás, és elfelezés, és szétszálazás, ráadásul úgy, hogy beismered azt a kudarcot, hogy nem sikerült, mert én nagyon kevés olyan embert ismerek, aki ott az oltár vagy az anyakönyvvezető előtt nem gondolja komolyan a holtomiglant. Tehát, hogy ott van mindig, tehát a párok életében van egy pillanat, amikor ők közösen egy időpontban ezt komolyan gondolták. Hát manapság is, igen, ez a... Még ma is, igen. Fogadott, hogy így kössünk
pár vagy házasságot, és hogy van egy ilyen idealizálás, hogy akkor ez most, annak ellenére, hogy egyébként már messze nem ez a realitás, hiszen azért a statisztikák, amiket felolvastál, pont erről szólnak, hogy nem ez a realitás. De mégis valahogy ez a realitás, ez olyan fájdalmas, nem szeretnénk vele foglalkozni, amikor például arról beszélgetünk házasulandókkal, akik éppen az elköteleződés formálisá válása előtt állnak, hogy és mi lesz majd, ha jönnek a problémák, akkor van egy ilyen szörnyű tagadás, hogy nem, hát olyan nálunk milyen nem problémák? Lesz. Milyen problémák? Hát akkora a szerelmünk, hogy mindent meg fogunk tudni oldani, de mi van, ha nem? Szóval, hogy ezzel nem is szeretnénk foglalkozni. És igen, nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni az, amikor az ember eltervez valamit, elképzel valamit, él valamiben, és aztán egyszer csak azzal kell szembesülnie, hogy ez nem működik. Ez nem úgy működik, hogy abban mind a két fél mondjuk maradni szeretne. Ja, általában az szokott lenni, hogy az egyik fél menne, a másik még maradna, még szeretné. Lehet, hogy észre se vette, hogy ez nem működik, mert az ő számára ez működött, vagy nem volt hajlandó figyelembe venni a jeleket, amik arról szóltak volna, hogy itt valami elindult, valami széttartás, és ezért is nagyon fájdalmas, hogy ott rengeteg sértettség van, nagy veszteség van, és hát utána, mi van utána? Hát, ami utána van, arról fogunk most beszélgetni. Ugye egy tény, hogy egy mozaik családban, egy mozaik kapcsolatban mindenki veszteséggel érkezik. Mindenki. Az is, aki esetleg onnan jönni akart a másik családból, vagy ha mind a ketten jönni akartak, az is, hogy ha megelőzi, már pedig a legtöbb mozaik család megszületését megelőzi egy egyszülős kapcsolat a gyerekekkel, vagy egy különélés, de legalábbis hát nagyon, szóval sok ilyen van. Tehát a lényeg az, hogy mindenki veszteséggel érkezik, szóval valahogy az az érzésem, hogy egy mozaik család az mindig krízisből születik, és krízist szül. Ez így nagyon sötét, nagyon tónusú? Sötét, de azért ez közel áll a valósághoz, hogy tényleg ez történik, hogy egy házasság az felbomlik. Ahogy mondtam, a legritkább esetben van az, hogy a felek higgadtan meg tudják beszélni, és mind a ketten ugyanott tartanak ebben a folyamatban, hogy már azt érzik, hogy itt már ebbe már kár több energiát beletenni, váljunk szét, engedjük a másikat, meg magunkat is elindulni az életbe valami új lehetőség irányába. Ez a legritkább esetben történik így. Általában az van, hogy az egyik fél menne, a másik még nem szeretne, és akkor ott bizony ott vannak sértettségek, megbántottságok, olyan fájdalmak, amik aztán adott esetben annak is megnehezíték mondjuk az új családalapítást, aki egyébként szeretett volna menni. Tegyük egy kicsit helyre a fogalmakat. Mi az, hogy mozaik család, és milyen típusai vannak? Ja, a mozaik család az, ami egy korábban meglévő család szerkezetnek a darabjaiból áll össze. Vagyis volt egy szülőpár, és voltak ott gyerekek, és akkor a válást követően valamelyikőjük, vagy akár mind a ketten, ugye egy új párt talál magának, aki lehet, hogy szintén már egy korábbi házasságot megjárt valaki. Megjárt, és aztán ő is egy válást követően lép bele ebbe az új kapcsolatba. Tehát, hogy ahogy a neve is mondja, ugye olyan szép ez a szó, hogy mozaik család, igen, hogy ilyen darabokból áll össze, ugyanúgy akár a másik kifejezés a patchwork család, az is azt jelenti, hogy ilyen apró kis darabokból formálódik egy új egység. Az, hogy ez a patchwork, ez fércelődik, vagy rendesen megvaródik, összevaródik, az mi mindentől függ? Tehát nyilván ugye kérdeztem, hogy milyen típusai vannak a mozaik családnak, mert ugye nem nagyon nem mindegy, hogy mondjuk mind a két ember kapcsolatból jön, vagy volt egy előző házasság gyerekekkel, vagy pedig mondjuk az egyik beérkezik meg egy másik fél gyerekei, a saját gyerekeivel. Rengeteg féle képződmény lehet, ugye pótanyás, pótapás, vagy egy olyan összetett alakzat, amikor mindenki hoz megelőző házasságból gyerekeket, és aztán még vállalnak közös Karinti gyereket. Karinti és Aranka, így ugye? Így van. És aztán vannak ugye azok a helyzetek, amikor
az egyik félnek az előző házasságából származó gyereke csak időlegesen él ott együtt a családdal, tudom én, hétvégéken van ott, vagy egy hetet itt, egy hetet ott tölt, és hát ugye ebből már, ahogy így látjuk, hogy mennyi féle család szerkezet van, ebből aztán lehet gondolni, hogy ez egyáltalán nem egy egyszerű történet. Ugye a alapjáraton az első házasságok, azok zárt rendszerként működnek. Ugye a családterápiás nézőpontból a családra, mint egy rendszerre tekintünk, ahol megvannak a szerepek, megvannak a nagy rendszeren belül az alrendszerek, és azt lehet pontosan tudni, hogy ott van anya, apa, és ott vannak a gyerekek. Na most egy újonnan szerveződő mozaik vagy patchwork családban az nem egy zárt rendszer, az egy nyitott rendszer, hiszen lehet, hogy az anya vagy az apa a családdal együtt élő egyik gyereknek nem anyukája vagy apukája, hanem ő a nevelő szülő, és onnantól kezdve, hogy máshonnan is bejönnek a rendszerbe, onnantól kezdve ugye nagyon képlékenyé válik a ki kicsoda, hol vannak az alrendszerek, az alrendszerek egymással hogyan kapcsolódnak, milyen szabályok vannak, milyen szerepek vannak, a szerepekhez milyen feladatok, milyen jogosultságok társulnak, szóval, hogy eléggé bonyolultá válik a történet. Menjünk is bele, simán bonyolódjunk bele, mert szerintem nagyon fontos, hogy ne csak a felszínét kapargassuk ezeknek a rendszereknek, mert hogy vannak egészen gyakorlati kérdések is, amelyeket fontos ugye tisztázni, és amelyek tisztázásával mondjuk egy ilyen rendszerben a felnőtt és gyerek szereplők megkönnyíthetik a maguk dolgát, és vannak nem annyira konkrét, például a szerep tisztázások. Tehát ott vegyünk egy olyan mozaik családot, ahol van én gyerekem és te gyereked, és van közös gyerek, kinek mi a dolga, ki mibe szólhat bele, kinek ki a családja például. Ki tartozik ez a családhoz? Már ez is egy érdekes meghatározás. Igen, így van. Hol húzzuk meg a rendszer határait. Amíg az első családok esetében teljesen tiszta a családtagok számára, hogy ki tartozik a családba. Ugye a gyerek tudja, hogy ő az anyukám, ő az apukám, ő a testvérem. Ez nem kérdés. Addig egy ilyen nyílt rendszerben az egyes tagok egészen eltérő módon ítélhetik meg, hogy azok, akik mondjuk egy fedél alatt élnek, vagy éppen csak úgy oda időnként tartózkodnak ott a családon belül, ők a családba tartoznak-e. Tehát, hogy például, ha azt mondod, hogy ebbe a családba érkezik egy, mondjuk anyuka és apuka is egy-egy gyerekkel, akkor például a nőnek a gyereke számára a férfi, aki mondjuk az ő férje, ő nem az apukája. És lehet, hogy jó ideig nem is tud úgy rátekinteni, mint egy családtagra. Lehet, hogy soha nem fog tudni rá úgy tekinteni, miközben mondjuk lehet, hogy ez a férfi a nevelt gyerekeként definiálja, és a családhoz tartozóként érez és viseltet a gyerek irányába. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy egy rendszeren belül mindenki máshogy ítélheti meg, hogy a másik beletartozik-e a rendszerbe, vagy sem. És mennyire érdemes ilyenkor mondjuk ezeket, meg mennyire lehet ezeket előre tisztázni? Mennyire vagyunk például, hogy mennek bele jellemzően? Nyilván sok ilyen esettel találkozol a praxisodban, hogy mennek bele az emberek jellemzően? Milyen elvárásokkal egy ilyen kapcsolatban? Vannak elvárásaik? Megfogalmazzák-e egymásnak, hogy ők mit szeretnének? Szerintem egy reparációs törekvéssel mennek bele. Elrontottam egyet, nem sikerült egy, és akkor itt majd most azt így leradírozom, az nincsen, vagy azt felülírom, és itt most csinálok valami jót. Ezzel a vággyal mennek bele általában az emberek egy ilyen patchwork vagy mozaik családba. Miközben ugye az elvárás mellett a pontosítása, hogy ezt hogyan fogjuk tudni jól csinálni, az általában hiányzik. És ezért fontos, hogy erről most beszélünk, mert miközben a leginkább növekvő együttélési forma mostanában a mozaik vagy a patchwork család, egyszerűen nem tudják az emberek, hogy ezt hogyan is kellene jól csinálni. Nincsen rá egy szabályrendszer. Ahogy mondom, azt se tudni, hogy ki kicsoda ebben az egész kapcsolati hálózatban, kinek mi a szerepe, tehát, hogy
össztársadalmilag sincs erről egy elképzelés és egy előírás, egy ilyen megállapodás, és azt látom, hogy a párkapcsolatok szintjén sincsen. Tehát például az, hogy ki fegyelmez. Na hogy ki? Én fegyelmezhetem-e a páromnak a gyerekét, aki mondjuk velünk él? Van-e hozzá jogom, vagy nincs hozzá jogom? Ha fegyelmezem, hogy fegyelmezem? Mi az, amit megengedhetek neki? Hogyan viszonyuljanak egymáshoz mondjuk az együtt élő testvérek, féltestvérek, akik egyébként ugye vérségi alapon nem testvérei egymásnak? Ezek nagyon-nagyon izgalmas kérdések. Nyilván a legjobb az lenne, hogyha az ember egyfajta tudatossággal. Itt azért ez már egy olyan élethelyzet, amire hát nem lehet nem felkészülni. Vagy lehet, csak akkor meg lesznek ugye azok a nagyon komoly buktatók, amiken akár, nem is tudom, meg is hiúsulhat ennek az új családi képződménynek a jövője. Jó lenne, hogyha lehetne arról beszélni. Ugye itt nagyon sokat számít az, hogy ki honnan jön. Tehát, hogy első, második, hanyadik házassága ez az illetőnek. Mi van mögötte? Hány volt kapcsolat van mögötte? Hány olyan gyerek van mögötte, aki mondjuk már felnőtt, mert nem tudom én, ő már idősebben lép most bele a sokadik kapcsolatába, illetve van-e olyan, akit most ő integrálni szeretne valamilyen formában ebbe az új kapcsolati rendszerbe? Hát, hogy ez például egy izgalmas kérdés, hogy hogyan tekintünk akkor a, nem tudom, már felnőtt gyerekre, ővele milyen kapcsolatot szeretnénk ápolni. Mit várunk el egymástól? Például szerintem a kiinduló beszélgetések, azok nyilván onnan kell, hogy elrugaszkodjanak, hogy mi párként mit várunk el egymástól. Ugye általában azért az van, hogy mi szerelmesek vagyunk egymásba, és azt gondoljuk, hogy mi együtt valamit létre tudunk hozni, egy új, jól működő rendszert. De tudnunk kell, és ezt tudatosítani kell, hogy a mi szerelmünk az másoknak nem egy ilyen boldog élmény, mert például, hogyha van ott elhagyott férj-feleség, az ő számára ez egy nagyon fájdalmas dolog, hogy mi egymásba szerettünk. Ennek majd ezzel valamit kezdenünk kell, hogy viszonyuljunk ehhez. A gyerekeink számára, akiket mondjuk az előző házasságból születünk, akik az előző házasságból születtek, a mi egymásra találásunk egyáltalán nem jelenti azt feltétlen, hogy úristen, de örülnek ennek. Ezt is el kell tudni fogadni, és erről kell tudni beszélni, hogy bármit most megtaláltuk egymást, de hogy nem szabad azon megsértődni és megbántódni, hogy a környezetünk, a közvetlen környezetünk, akik érintettek ezáltal, ők hogy reagálnak, és azzal számolnunk kell. Hát az nagyon fontos, amit most kimondtál, hogy itt gyakorlatilag két felnőtt hoz egy döntést, ami a gyerekeknek kényszer kapcsolatot szül. Tehát, hogy az gyakorlatilag ők egy kész helyzet elé vannak állítva, hogy a mama szerelmes ebbe a bácsiba, vagy a papa ebbe a nénibe, most együtt fogunk nézni. Mostantól egy család vagyunk, és hát ez nem így kettintésre. Ez a legrosszabb. Hát amikor ezt hallom, hogy és mostantól egy családként kell működni, akkor így mindig kiráz a hideg, hogy ezt így hogy? Tehát, hogy ne mondjunk már ilyen badarságot, mert nem tudunk egy családként működni egy csettintésre. Pontosan azért nem, mert akkor nem veszük figyelembe a többieknek, a körülöttünk lévő, velünk nagyon szoros kapcsolatban lévőknek az érzéseit, az élményeit, azt, ahol ők tartanak ebben az egész történetben. És nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akit hosszú-hosszú éveken felnőtt korában is nyomasztott az, hogy tőle elvárták azt, hogy anya-apa talált valakit, ő nagyon boldog volt abban a kapcsolatban, és egy ilyen elvárás nehezedett a gyerekre, hogy ő is örüljön ennek az új párkapcsolatnak, és szólítsa anyának vagy apának az ő szülőjének az új párját. Ez például, hát nem tudom, szabad-e ilyet mondani, ez egy szarvas hiba, hogyha azt várjuk el egy gyerektől. Nyilván minél kisebb egy gyerek, annál természetesebben nő bele ebbe, és lehet, hogy öntudatlanul is egyszer csak anyának, apának fogja szólítani a párunkat, de ha neki van
biológiai, már pedig van neki biológiai anyukája, apukája, akkor fontos, hogy tudjuk, hogy ő van, ő létezik, és tereljük a gyereket abba az irányba, hogy ez számára is világos legyen, és különösen ne érezze azt, hogy nekünk van egy olyan elvárásunk, hogy ő a vér szerinti szülővel való kapcsolatát, azt nem tudom én, lenullázza annak érdekében, mert mi itt görcsösen ragaszkodunk ahhoz, hogy egy teljesen új, és egy olyan családot alakítsunk, aminek nincs múltja. De itt van múlt, és ezzel a múlttal folyamatosan számolnunk kell, mert ez a múlt nem maradt ott a múltban, hanem jön velünk. Nagyon sok minden felmerült bennem. Például azok a gyakorlati kérdések, hogyha nagyon tiszta sor, és szintén nagyon fontos, hogy nem lehet elvárni a szeretetet. Azt nem. Azt se, hogy anya-apa megszólítás legyen, meg az se, hogy azonnal szeresse, és kötődjön, és a többi. Pontosan. A kötődés, meg a szeretet, az élmény, az tapasztalat. Azt meg kell élnie a gyereknek, hogy igen, ez a másik ember, aki itt megjelent az én anyukám vagy apukám mellett, ő jót hozott az életembe, hogy rá lehet számítani, mint egy mentorra, egy barátra, egy támogatóra, de ez nem egyik percről a másikra fog megképződni ez az érzés a gyerekbe. Ez lehet, hogy hosszú-hosszú évek során alakul ki, és egyszer csak majd azt tapasztaljuk, hogyha kellően higgadtak, kitartóak tudunk lenni, ha tudjuk vinni akár a gyerek visszautasítását, hiszen vérszerinti szülőként is, Jézusom, hányszor kapunk visszautasítást a gyerekünktől, és kibírjuk. Na most nyilván a nevelt gyerekünktől, vagy a párunk gyerekétől, akivel mondjuk soha nem élünk egy háztartásba, is lehet, hogy kapunk visszautasítást, sőt, nagyon-nagyon nagy valószínűséggel lesznek ellenérzései velünk szembe. Ezt ki kell bírni, ezt ki kell bekelni, és kellő kitartással ott lenni, jelen lenni, nem nyomulva, csak egyszerűen adni az odafordulást, az elfogadást. És akkor majd ez a sok-sok tapasztalat, az majd valahogy elvezeti a gyereket, hogy valami pozitívabb érzést, akár még szeretet is tudjon érezni irántunk, de ez elvárásként biztos, hogy nem szerencsés, hogyha megfogalmazódik bennünk, hogy szeres. Most eszembe jutott, ahogy így mesélsz, vagy mondod a dolgokat, hogy egy patchwork családban élő barátom mesélte, egy nő, hogy ő neki nagyon rosszul esik az, hogy amikor a férje hozott gyerekei csúnyán beszélnek vele, vagy csúnyán bánnak vele, akkor a férje nem avatkozik közbe, vagy nem áll mellé. Tehát van egy ilyen lojalitás probléma, amit ő így állandóan érzékel. Hát hogyne, ez nagyon gyakori a családokban, hogy szinte árgus szemmel figyeljük, hogy akkor kihez vagy lojális. Ezt a gyerekek is figyelik. És hogyha azt tapasztalják, hogy nem náluk van a lojalitás, akkor ez egy fájdalmat jelent a számukra. Ugye itt is a párról van szó, hogy mennyire erős közöttük a kohézió, illetve mondjuk ebben az esetben a férfinban a bűntudat, hogy ő eljött egy családból adott esetben, lehet, hogy nem is ő lépett. Hát vagy nem a nő miatt, hanem valaki más miatt, mint ebben az esetben is egyébként. De hogy áll a párunk a válásának a feldolgozásával. Ez egy nagyon fontos kérdés egyébként abban, hogy mennyire leszünk mi sikeres mozaik család. Hiszen ott fel kell dolgozni egy veszteséget, ahogy mondom, akkor is, hogyha nem ő lépett, ha nem ő döntött, de mindannyiunkban ott van egy ilyen idealizált kép, hogy akkor lenne jó, hogyha mindenki együtt maradna, még ezt akkor is hordozzuk, hogyha ez nem a realitás. És hogyha ez nem sikerül, akkor könnyen felébred az emberben a bűntudat, hogy lehet, hogy én rontottam el, máshogy kellett volna viselkednem, meg szegény gyerekeim, milyen rossz nekik. És hát persze azért azt látjuk, hogy a gyerekek, hogyha a szülőben bűntudat van, bizonytalanság van, akkor bizony rájátszanak. És hogyha elindulnak ilyen játszmák a családon belül, és ezek nincsenek rövidre zárva, akkor az akár képes szétfeszíteni ezt az újonnan megképződött családi egységet. Igen, hát ez a barátom azt mondta, hogy ő konkrétan elmagányosodott ebben a felállásban, mert úgy érzi, hogy cserben lett hagyva. Mm-hmm.
férj által. Ami részben egy elég meredek mondás azért. Egy érthető érzés, hiszen ő tényleg azt éli meg, hogy otthon van, ugye, amire azt gondolja, hogy ez az ő családja, és ott kellene, hogy kapjon védelmet, és akkor egyszer csak megjelenik a gyerek, és őt bántja, és nem kap védelmet. Hát ez persze, hogy szülhet egy ilyen érzést, hogy elmagányosodtunk. Érdemes lenne ugye ebben az esetben leülni és beszélgetni, hogy vajon a férfi mit él meg olyankor, amikor azt látja, hallja, hogy a gyerekei bántják az ő párját, hogy miért nem avatkozik közbe? Mi tartja vissza? Mitől fél? Nyilván van mögötte valami fajta tartás, igen. Hogy jaj, nem szabad, mert így is olyan kevés időt vannak itt a gyerekek. Igen, nagyjából ez van, hogy úgy is olyan kevés, hogy ne csesszük el ezt a közös időt azzal, hogy veszekszünk, illetve hogy te ebben ne szólj bele, mert ez a mi dolgunk a volt párommal, hogy hogyan neveljük ezeket a gyerekeket, ez nem a te dolgod, te ezt engedd el, te ezzel ne foglalkozz, stb. Foglalkozz a saját gyerekeddel. Ez valóban így van, hogy a vér szerinti szülőknek van elsődleges feladata abban, hogy kijelölik a gyereknevelésnek a kereteit, szabályrendszerét. De hogyha van egy együttélés, illetve abban az együttélésben akár időnként is bejönnek a gyerekek, azért azt le kell fektetni, hogy nem bántjuk egymást. És hogy azt nem toleráljuk, hogyha ilyen mindenféle bántások vannak. És a ne szólj bele, miben ne szóljak bele? Ne szóljak bele abba, hogy a gyerek milyen iskolába megy, nem tudom én, milyen sportkörökre járjon, milyen elvek mentén nevelődjön, rendben van. De egyébként azt meg azt gondolom, hogy lehet jelezni, hogy amikor meg itt van a gyerek, akkor engem bánt, és hogy azzal mi ketten, hiszen az itt történik, kezdjünk valamit. Mert az már a közös feladatunk és felelősségünk, hogy itt a mi otthonunkban, a mi családunkban a szabályrendszerek azok világosan le legyenek fektetve, és mondjuk ez egy nagyon fontos elsődleges szabály, hogy nem bántunk, nem sértünk senkit ebben a rendszerben. Lehet, hogy nem szeretjük. Lehetnek ellenérzéseink. Akkor arról beszélgetni is lehet, és az mondjuk segíti azt, hogy azok az ellenérzések, azok a frusztrációk, amik mondjuk a gyerekben lehetnek, a szülők válása majd az újraházasodás kapcsán, hogy azok valahogy elvezetődjenek, azokat ki tudja ventilálni. Szóval, hogy valószínűleg a gyerek ellenérzésére nem azzal reagálnék, hogy ezt te nem gondolhatod, nem mondhatod, nem csinálhatod, hanem megpróbálnám megtalálni, ha már nyilván abban a korban van, azt a fórumot, ahol le lehet vele ülni, és erről lehet beszélni, hogy ez neked kutya nehéz lehet. És egyébként a gyerekeknek, akik közlekednek két otthon között, tényleg kutya nehéz. Tényleg kutya nehéz. Egyszer egy családterápiás képzésen mondta azt az oktató, hogy hát olyan az elvált szülők gyerekeinek, akik egyik otthonból mennek a másikba, képzeld el, mint hogy a két sziget, és egy hídon kelsz át. És amíg átkelsz azon a hídon, vagyis amíg tényleg megérkezel nem csak fizikailag, hanem lelkileg is abba a egyik szülőtől a másikhoz, az bizony nem egy egyszerű dolog. Érezheti a gyerek azt, hogy idegenül érzi magát. Te is, nem tudom én, egy hosszú nyaralás után hazaérkezünk. Van egy olyan kis picit. Aklimatizálódnunk kell. Van egy ilyen kis furcsa érzésünk. Netán, hogyha még van egy ilyen jetleges történet is. Egy 4-5-6 nap, lehet egy 7 is, amíg az ember megszokja az új időszámítást. Na, ilyen a gyerekeknek is. Különösen akkor, hogyha csak rövid időt töltenek, ugye a külön élő szülőnél mondjuk egy hétvégét. Akkor aztán pláne nehéz nekik felvenni azt a ritmust, amiben mi egyébként élünk. És erre bizony figyelnünk kell, és tekintettel kell erre lenni. Van egyébként neked preferált megoldásod erre, hogy hétvégék, vagy heti váltás, egyáltalán milyen az, ugye nagyon megoszlanak a vélemények arról, hogy jó-e, hogy állandóan költöztetik a gyerekeket, hát, mert hogy éppen mire megszokja addigra. Vagy van most egy új trend, hogy a gyerekek maradnak, és a szülők költöznek,
Ami már mozaik családban már kivitelezhetetlen gyakorlatilag. Igen, ez a ki hol lakik már, azt szóval, ugye, hogy van-e, tudjuk, van-e erre valami jó recept, vagy ami szerinted így a praxisod alapján a legjobban bevált? Tudod, nem külső jó receptek vannak, hanem ami az adott közösségnek, párnak, pároknak jól tud működni. És igazából a kulcs az az, hogy legyen egy higgadtság ebben. Tehát általában nem az szokott lenni a probléma, hogy a gyerek egyik héten itt, egyik héten ott van, hanem az szokott ebben lenni a probléma, hogy a szülők között még mindig olyan konfliktus van, bár már mondjuk nem tudom én, lehet, hogy évek óta külön élnek, és a gyerek érzi ezeket az ütközéseket, és mondjuk a lojalitás konfliktussal kell neki küzdeni. Na, milyen volt anyádnál? Na, nála jobb volt az elmúlt héten? Na, hogy ezek a dolgok nehezítik meg egyébként a gyereknek azt, hogy ő ebben valami fajta nyugvópontra tudjon érni. Nem önmagában az, hogy most egy héten keresztül máshol alszom, és heti váltásban vagyok, hanem mi van körülötte? Mindig ez a kérdés, a kontextus. Tehát magyarul, ha nyugalom van körülötte, és mondjuk a szülők nem rivalizálnak, vagy az új anyuka az új apuká, vagy nem, vagy az új anyuka a régi anyukával, és vice versa, vagy új apuka a régi apuka viszonylatban, ha nyugalom van a gyerek között, gyerek körül, és mindenki beszél mindenkivel, akkor gyakorlatilag mindegy, hogy hány napot, és hol, és hogy. Akkor azt gondolom, hogy a lehető legjobb életet biztosítjuk a gyereknek ebben a helyzetben, igen. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy a volt párokat, a különélő anya vagy a különélő apa szerepét hogyan lehet jól csinálni, vagy elég jól csinálni a velük való kommunikációt, hogyan, milyen eszközök vannak, vagy milyen módszerek vannak arra, hogy legyen egyáltalán kommunikáció, hogy például az új feleség és a régi feleség szóba álljon egymással. Ezek ilyen nagyon létező és nagyon gyakorlatias problémák most, amiket mondok, akár csak az én körülöttem élő hasonló berendezkedésű családokból, hogy nagyon nehezen állnak szóba egymással hatékonyan, mert nagyon sok a sérelem, meg a büszkeség, amiben így kapaszkodik mindenki. Meg hát van ebben egy őrült nagy adag éretlenség. Ugye azt azért látjuk, hogy úgy tudunk az életbe így előre menni, hogy igazából érnénk, bölcsülnénk, és ennek elmaradása nagyon meg tudja nehezíteni ezeket az egyébként sem könnyű élethelyzeteket. Szóval, hogy ahhoz, hogy ezt jól tudjuk kezelni, kell egy érettség. Az első és legfontosabb annak tudatosítása és elfogadása, hogy mi az életünk egy adott szakaszán úgy döntöttünk, hogy közösen gyereket vállalunk. Ez egy életre szóló feladat, ez egy életre szóló szerep. De emellett az is az élethez tartozik, hogy a kettőnk párkapcsolata az felbomolhat, és ha felbomlik, akkor tudni kell azt, hogy bár az ott fáj, bár az ott lehet egy végtelenül megrázó élmény, de hogy ezt nem szabad beengedni a szülő szerepünkbe, meg a szülőként való működésünkbe. Ezt tudom, hogy őrült nehéz dolog megtenni, de abban a percben, ahogy összemossuk a két dolgot, a gyerekünk egy funkció gyerekké válik. Elhagytál minket. Így van. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy tudatosítsam, hogy én mondjuk az elhagyott nő, én vagyok, de egyébként a gyereket azt nem hagyta el valószínűleg az apukája, szeretne vele kapcsolatot tartani, reméljük, hogy szeretne vele kapcsolatot tartani, és hogyha ez így van, akkor neki teljes joga van ahhoz, hogy ő kapcsolatot tartson a gyerekével, és nekem, és a gyereknek pedig hihetetlen nagy szüksége van mind a két szülővel való harmonikus kapcsolattartásra. Tehát, hogy a gyereket nagyon nem célszerű használni ebben a férfi-nő viaskodásban, mert nagyon-nagyon-nagyon sokat tudunk a gyerekünknek ártani. Hogyan? Mivel? Mi lesz ennek a következménye a gyerekben?
Hát gondolj bele, hogy a gyerek megpróbál mind a két szülőhöz lojális lenni. Ő szeretné anyát is, apát is. Ez teljesen érthető, és ez egy annyira természetes vágya egy gyereknek. De amikor azt érzi, hogy ők ketten marják egymást, akkor persze, hogy megpróbál valahogy hol ide, hol oda állni, a gyengébet védeni, és akkor kialakulhat benne egy olyan bűntudat, hogyha ő mégis szereti a másik szülőt, ami fölösleges gyötrelmeket okozhat benne. Gondolj bele egy olyan gyerekbe, aki azt érzi, hogy egy érzelemért, ami egy pozitív érzelem, egy szeretetért, ő neki vezekelnie kell, meg hogy ő akkor megcsalja anyát vagy apát, hogyha szereti a másik szüleit. Hát ez olyan mélyen be tud kúszni egy embernek a személyiségébe, és minél korábbról jön ez az elvárás, annál mélyebben, és ez a bűntudati elem a személyiségnek egy ilyen nagyon lényeges elemévé válik. És akkor ő nagyjából az életben bármiért tud bűntudatot megélni. Most a bűntudat az egy gyötrő érzés. Az a hibás vagyok, nem vagyok elég jó érzés. Most ezzel szeretnénk elindítani a gyerekeket az úton? Biztos, hogy nem. Tehát akkor ugyanezért nem szerencsés szídni a másikat a másik előtt nyilván. Hát az nagyon nem szerencsés. A gyerek előtt, bocsánat. Egyáltalán. Tehát, hogy volt, ami volt, okoztunk egymásnak nyilván kölcsönösen fájdalmakat, csalódottságokat, hiszen ezért került sor a válásra, de hogy ezt kerekítsük le, és különösen ne a gyereknek, mert ahogy mondom, ő aztán annyira mélyen sérül, hogy akár az egész életét beárnyékolhatja, nem a válás maga, hanem ahogy csináljuk a válást. Tehát, hogy azért ezt jó, hogyha szintén aláhúzzuk, hogy a gyerekek nem a válásba sérülnek, abba sérülnek bele, amit mi a válásból csinálunk. Hú, erről most eszembe jutott egy Popper Péter előadás, 2011-es, tehát simán lehet, hogy azóta a pedagógia és a pszichológia szakma már valamiféle fejlődésen ment keresztül, de egy nagyon érdekes dologra lettem figyelmes ebben az előadásban. Popper Péter a pszichológia, pszichiátria és pedagógia szakma önkritikáját gyakorolta. Azzal kapcsolatban, hogy mi is vezetett oda, hogy ennyire démonizálva van a válás és az elvált emberek. És hogy mennyire megnehezíti, ez egy létező dolog, tehát akármennyire démonizáljuk, ez van, hát elmondtam az elején a számokat, és hogy a gyógyulást és a különböző konfliktusok, belső családrendszerbeli konfliktusok kezelését gyakorlatilag megbénítja az a fajta társadalmi keretrendszer, amiben ludas a sok szakember is, akik gyakorlatilag rengeteg kommunikáció volt arról, hogy mennyire sokat sérül mindenki, hogy a gyerekeknek micsoda visszavonhatatlan sérülést okoz az, hogyha elválnak a szülei, és most mondtad ki, igen, hogy nem maga a válás, hanem az, ahogy. Igen, az ahogy szétválnak a szülők. Hogy olvassak föl egy idézetet Poppertól, aztán nagyon-nagyon érdekel az, hogy mit gondolsz erről. A mai család pszichológia és pedagógia egy hamis illúzióban él, mondja Popper Péter. A régi családmodell illúziójában mindent ahhoz viszonyít, és ebben a viszonyításban a jelen, az, ami van, ami létezik, az kórosnak, hibásnak, elfogadhatatlannak tűnik. Holott ezzel ki kellene egyezni, és meg kellene tanulnia az embertudománynak ezekkel a családformákkal az együttélést, a bánásmódot, a károsodások kivédését. Ez fontosabb, mint azt hangsúlyozni, hogy a hagyományos családmodellben mi az optimális magatartás. Tehát gyakorlatilag agyon van kutatva és tanulmányozva a hagyományos családmodell, és nem azt állítom ezzel, hogy ez nem fontos, mert dehogy nem, és bárcsak minden szerelem örökké tartana, és minden család érintetlen lenne. De közben van itt egy... És ha így lenne, akkor pont az emberrel nem törődnénk, ugye? Mert hogy a szerelmek mit tartanak örökké. Ja, hát igen. Na, hát ez majd egy másik epizód. De szóval, de az viszont nincs rendesen lekutatva sem, hogy a mozaik családokban hogyan, ahogy mondtad is, hogy hogyan kellene konfliktust kezelni, hogyan kellene viszonyulni egymáshoz, milyen jogállás van, milyen felelősségek vannak, milyen
megoldások, minták lehetnek. Na, szóval, hogy mit gondolsz erről, hogy tényleg van ebben felelőssége szerinted a szakmátoknak? Hát abban, hogy beszéljünk nagyon sokat a valóságról, abban biztos, hogy van. Szóval, hogy ez a mi feladatunk, hogy valahogy a bűntudatot valahogy vegyük le az egyének a válláról, hogy segítsünk abban, hogy eligazodjon, hogy mi zajlik, hogy segítsünk akár praktikus ötletekkel, hogy hogyan kommunikálunk, mit mondhatunk, mit nem mondhatunk, hogy ne legyen például ördögtől elrugaszkodott dolog azt mondani, hogy elváltunk, itt új kapcsolatok alakultak, vagy kapcsolat alakult, akár mondjuk az egyik fél esetében, és akkor legyen arra egy platform, hogy menjünk el együtt mondjuk egy mediációba, ahol mi felnőttek, le tudjuk tenni a sérelmeinket, és kapunk arra vonatkozóan egy iránymutatást, hogy mi például hogyan kommunikáljunk, mikor kommunikáljunk, ki kivel, miről kommunikáljon. Tehát ez például szerintem egy ilyen nagyon fontos dolog lenne, hogy a válás az nem ér véget a bíróságon, amikor kimondják, hogy akkor itt most vége van a házasság jogi részének. Hát a gyerek van akkor semmiképpen? Egyáltalán nem. Tehát, hogy azzal együtt még rengeteg mindenben dönteni kell, és hogy erre jó lenne, hogyha lenne mondjuk egy intézményes rendszer, ami segít a szülőknek, meg az újonnan belépő családtagoknak abban, hogy hogyan kezeljenek mondjuk ilyen hétköznapi helyzeteket. Mert hogy tényleg bénító a bűntudat nagyon sokszor, én azt látom, megint csak a körülöttem élőkben, hogy esélye sincs az egészséges újrakezdésnek, és hogy inkább, ahogy te is mondtad egyébként az elején, valamiféle reprodukciós igény van, hogy reprodukáljuk a hagyományos családmodellt ebben az újban, ami lehetetlen, kiírni, mert hogy ez nem az. Így van. Tehát, hogy itt valami másra kellene törekedni. Mire? Milyen rendszerre? Hogyan tudunk nekiállni jól? Azon értem, hogy le kell ülni, beszélni, és azért is lovagolok ezen, mert hogy próbálok legalább ezzel, vagy próbáljunk ezzel a beszélgetéssel ebben a nagyon-nagyon képlékeny és tényleg nagyon nehéz élethelyzetben levő embereknek valamiféle segítséget nyújtani, hogy jó ennek egyáltalán nekiállni gyakorlatban. Ugye ez olyan érdekes, hogy jó nekiállni, hogy... Mindig azt gondoljuk, hogy valami csoda módszerek léteznek, miközben amit mi itt csinálunk, hogy beszélünk, ez a csoda módszer. Akkor mi már összeköltözhetünk. Na, igen. Igen, nekünk ez már menni fog. Várj, kit hozunk? Kit jönnek? Te gyereked, én gyerekem. Tényleg. Hogy beszélgetni kell, kérdezni kell. Figyelj, én így érzem magam, akkor, amikor, nem tudom én, téged felhív a volt feleséged, volt férjed. Én akkor utána, nem tudom én, ilyen állapotba kerülök. Elmondom, te hogy érzed magad? Akkor ő is reflektál arra, hogy tényleg én ezt nem is tudtam, vagy ne viccelj, teljesen indokolatlanul szorongsz attól, hogy én vele beszélek. Például egy példa. De ugyanígy mondjuk a különélő szülő esetében, hogy nehogy az én, nem tudom én, gyerekemnek az a másik bármit mondjon. Mert mitől tartasz, hogyha az én új párom, nem tudom én, mond valamit a mi közös gyerekünknek, akkor mitől tartasz, hogy mi fog történni a mi gyerekünkkel? Ha megtudom, hogy nem tudom, bebújik közzétek az ágyba, akkor aztán meglátjátok, hogy mi fog történni. Mert mondjuk a gyerek szeretne oda kapcsolódni abba a másik, a különélő szülőnek a szülő által létrehozott új családba. Tehát, hogy ilyen, ez egy konkrét eset, hogy ettől teljesen kiborult az anyuka, amikor megtudta, hogy a gyerek az új párhoz elkezdett kötődni, a volt férjének az új párjához elkezdett kötődni, és oda akart bújni, kicsi gyerekről beszélünk. És hát ebből lett egy hatalmas cirkusz. Ezekről lehet és kell is beszélni, hiszen az emberben élete végéig megvan valami fajta rivalizálás. Ez egy
teljesen természetes emberi érzés. Hogyha elhagytak, hogyha ha azt érzed, hogy elveszíted, vagy elveszítheted a másiknak a szeretetét, az végtelen mély fájdalmakat hoz felszínre. Egyébként én azt látom, hogy egy ilyen válási folyamatban a gyerekkori kapcsolati traumáink, sérüléseink szinte újjáélednek, aktiválódnak, és minél mélyebbek ezek a sérülések, minél több fájdalmat éltünk meg, talán olyanokat is, amikre már nem is emlékszünk, mondjuk egy mély kötődési zavarra lehet, hogy nem is emlékszünk, nem tudjuk megfogalmazni, de ott van bennünk. Egy ilyen válás kapcsán ez mind felszínre kerül, és akkor aztán ott kordában tartani ezeket az érzéseket nagyon-nagyon nehéz. De ugyanígy a testvérrivalizálás, hogyha gyerekkorunkban sok fájdalmas érzést generált, akkor például egy ilyen helyzetben, amikor a párunk, volt párunk, új párjával van valami kapcsolat, akkor ott biztos, hogy jön valami rivalizációs érzés. Szóval érdekes, hogy mondod, mert hogy én is azt látom, hogy ilyenkor felnőtt, tanult, okos, normális emberek képesek egészen kicsi gyerekként viselkedni. Hát ez egy regressziós helyzet, igen, amikor tényleg visszacsúszunk a személyiségfejlődésünknek egy nagyon korai szintjére, és előbb bugyognak belőle. Kifordulva magukban. Így van. Itt az intellektusnak valami kevés köze van ehhez, sajnos. És mi a helyzet a gyerekekkel való leülés és beszélgetés és odafordulás, mert ez a klasszikus, hogy nem vagy az apám, nem vagy az anyám. Amikor egy ilyet megkap valaki, hát akkor arra lehet jól reagálni? Persze, hogy? Tényleg nem vagyok. Hogy ebben maximálisan igazad van, nem vagyok az anyád, vagy nem vagyok az apád. Tehát, hogy nem kezdem el, hogy itt élsz a házamba, és akkor én mondom meg, mert azzal olajat öntünk a tűzre, hanem igen. Tehát, hogy ezt kipakoljuk az asztalra, nyílt kártyákkal játszunk, nem akarjuk letagadni a valóságot. Tudod, mindig ez a lényeg, hogy ne akarjunk olyat állítani, vagy elvárni, ami nem igaz, vagy ami elvárhatatlan. Nem vagyok az apád, nem vagyok az anyád. Ettől függetlenül üljünk le, és beszéljük meg, hogy mi, te, meg én, mindegy, hogy te minek gondolsz engem, hogyan tudunk emberként együtt élni. Ezt már egy kamasszal meg lehet beszélni. Ja, minél kisebbek a gyerekek, annál könnyebb, mert akkor ők így felveszik ezt a természetes ritmust, kevesebb ilyenfajta ellenállás lehet pici gyerekek, amikor bekerülnek egy ilyen új családi rendszerbe. Ők nem ritkán tanúsítanak ellenállást, vagy nem ilyen formában. Tehát, hogyha őket ez megviseli, nyilván megint, ahogy mondom, a szülő, valamelyik szülő éretlensége kapcsán, vagy okán, akkor ők valami fajta testi, vagy problémákban, megbetegedésekben, vagy viselkedéses tünetekben mutatják meg, hogy valami nem jó nekik. És hát ott is ugye a gyerek mindig tünethordozó. A szülőnél van a kulcs, az ő stabilitása, tehát hogyha a szülő jól van, akkor jól van a gyerek. Ez nagyjából van. Örök igazság. Szerintem nagyon fontos ezen a ponton arról is beszélnünk egy kicsit, hogy a maga az ember pár, akik a mozaik családot működtetik, és érkeztek valahonnan, és váltak valahogy, és a krízisükből megszületett ez az új krízisekkel teli rendszer, hogy ők egymással hogy vannak, hogy ők egymásért, illetve az ő párkapcsolati egészségükért mit és hogyan tesznek. Hogyan érdemes ehhez hozzáállni, illetve mit tehetünk azért, hogy ez jól működjön, hogy ez az alap, ez legalább működjön. Hát ez legalább működjön, ha ez működik, akkor általában működik a rendszer. Szóval, hogy úgy kell egymásra tekinteni, mint ennek az egész rendszernek a működtetőire. Ha mi jól vagyunk, ha mi képesek vagyunk nyíltan beszélgetni, tisztázni szabályokat, nem elhallgatni, nem elmismásolni, nem elkendőzni, hanem őszintén a problémákat kitenni az asztalra, ahogy mondtam, és arról beszélgetni, az nagyon-nagyon sokat tud segíteni mindenkinek. Mindenkinek. Természetesen nagyon fontos lenne, hogy legyen idő
ezekre a beszélgetésekre. Szóval, hogy a párnak a boldogságán múlik itt az egész rendszernek a működőképessége, és ahhoz pedig, hogy ez a boldogság, ez megszülethessen, vagy legalábbis megtartódjon, mert nyilván abból jövünk, hogy voltak boldog pillanataink, és ezért döntöttünk úgy, hogy összekötjük az életünket, akkor ezt a boldogságot ápolni kell. Ezt locsolgatni kell, nevelgetni kell, dédelgetni kell, időt kell egymásra szánni, és tudni azt, hogy miközben úgy tűnik, hogy adott esetben önzők vagyunk, mert nem tudom én, elmegyünk ketten egy hétvégére, akkor igazából nem önzőek vagyunk, hanem befektetünk mindenkinek a nyugalmába, békességébe, boldogságába. Ha mi jól vagyunk, ha jó biztonságban érezzük magunkat egymás mellett, akkor tudunk jól reagálni a konfliktus helyzetekre, amik, ahogy erről beszéltünk, óhatatlanul jönnek majd. Tehát azokkal foglalkozni kell, azokkal valamit kezdeni kell, de hogyha kivesszük a lelki muníciót a párból, akkor egyértelműen nem lesz esélyünk arra, hogy valami jót tegyünk, vagy ebből valami jó szülessen. Nagyon szépen köszönöm. Hát én is köszönöm. Egyébként azt gondolom, végig, ahogy így beszélgettünk, az volt az érzésem, hogy azért ebbe még jó pár beszélgetés. Hát én, nekem is, nekem is. Viszont ránéztem, és eltelt megint 50 perc, szóval... De azért remélem, hogy sikerült valamennyire fölfejteni ennek az egész tényleg izgalmas viszonyrendszernek a lényegét, meg azt, hogy hogyan lehet esetleg bizonyos konfliktusokat már megelőzni, hogy ne, meg majd kezelni, mert a konfliktusok egy része meg nyilvánvalóan megelőzhetetlen egy ilyen mozaik berendezkedésben. Igen. Ez van. Már ezzel is segítünk magunkon, hogyha ezt elfogadjuk. Jövő héten is jövünk. Én Détót Kriszta voltam, Orvos Tóth Noémivel beszélgettünk a mozaik családokról. Filákovics Radojka szerkesztőnk nevében is nagyon köszönöm a figyelmeteket. A VMN stúdiójából elköszönünk. Találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!